Sziasztok, kedves nézőim! Általánosan elfogadott tény, hogy a leggazdagabb emberek fényűzően élnek, és gyakran már nem tudnak mit kezdeni a pénzükkel. Valójában ez a sztereotípia nem mindenkire igaz. Egyes vállalkozók és befektetők, meggazdagodások utáni szerények, takarékosak és emberközeliek maradtak, amiért nagy népszerűségnek örvendenek. Mai videónkban a 10 legszerényebb milliárdost fogom bemutatni nektek. Warren Buffett. A világ egyik legtakarékosabb és legmegfontoltabb milliárdosának tartják. Az amerikai befektető vagyonát jelenleg 83 milliárd dollárra becsülik, de ennek ellenére egy viszonylag szerény házban lakik, amit még 1958-ban vásárolt, 31.500 dollárért. Warren nem hord magánál mobiltelefont és nincs számítógép az asztalán. A milliárdos egy használt autót vezet és gyakran vacsorázik gyors éttermekben, amelyekben rendszeresen be is fektet. Warren Buffett a ruhák terén is válogatós, inkább iskolaigazgatónak öltözik, mint a világ leggazdagabb befektetőjének. Buffett inkább nem a luxusba és a felesleges dolgokba investál, hanem a nyereséges cégekbe. Jól ismert jótékonykodásáról is. Buffett gyakran adományoz pénzt különböző alapítványoknak, és néhány évvel ezelőtt azt ígérte, hogy élete végéig vagyonának legalább a felét jótékony célokra fogja fordítani. Mark Zuckerberg. Talán Mark Zuckerberg a világ leghíresebb fiatal milliárdosa. A Facebook alapító nettó vagyona körülbelül 70 milliárd dollár. Mark 23 évesen vált milliárdossá. Annak ellenére, hogy évek óta folyamatosan a bolygó 10 leggazdagabb embere között tartják számon, nagyon szerény életmódot folytat. A fényűző élet kísértései soha nem csábították el Markot. Drága öltönyök helyett szívesebben hord inkább egyszerű pólókat és farmernadrágot, amiért őt tartják a Szilícium-völgy legízléstelenebben öltözött lakójának. Zuckerberg egy manuális váltós Volkswagent vezet a hétköznapokban, és gyakran áll meg a McDonald's-ban enni. A milliárdos egy 7 millió dolláros otthonban él a Szilícium-völgyben, annak ellenére, hogy a környéken sokszorosan drágább ingatlanokat is találni. Annyira szeretném leegyszerűsíteni az életemet, hogy minimális időt töltsek olyan döntések meghozatalával, amelyek semmilyen hasznot nem jelentenek számomra, mondta Zuckerberg. A juttatások kapcsán egyébként 2015-ben bejelentette, hogy részvényeinek 99%-át haláláig elajándékozza. Mark talán legnagyobb kiadása a Hawaii Kauai sziget megvásárlása volt 100 millió dollárért. A vásárlásról Zuckerberg azt nyilatkozta, hogy csak azért vette meg a szigetet, hogy megvédje és megőrizze annak növény és állatvilágát. Bill Gates. A Microsoft alapítója, Bill Gates a világ talán leghíresebb milliárdosa. Nettó vagyona 105 milliárd dollár, ami a második helyre elég az Amazon alapítója, Jeff Bezos mögött a világ leggazdagabb embereinek listáján. Az irreális méretű vagyon ellenére Bill nem veszítette el szerénységét és pénzügyi tudatosságát. Pénzét nem költi elhamarkodott vásárlásokra, és nem szereti a túlfényűző életstílust sem. Annak ellenére, hogy egy óriási villában lakik, és egy irigylésre méltó autópark büszke tulajdonosa, Bill előszeretettel étkezik gyors éttermekben, és a legolcsóbb repülőjáratokat preferálja, amikor üzleti találkozóra indul. Ráadásul ő maga is bevallotta, hogy sokáig csak egy 10 dolláros órát hordott. Bill Gates a világ egyik legbőkezűbb jótékonykodó hírességének számít. 1994 és 2010 között több mint 28 milliárd dollárt fektetett be a Bill és Melinda Gates alapítványba. 2010. februárjában Gates javaslatot tett a világ milliárdosainak, hogy vagyonuk felét utalják át jótékony célokra. Ezt a javaslatot sokan támogatták, köztük Mark Zuckerberg és Warren Buffett is. Amancio Ortega. Amancio Ortega spanyol milliárdos vállalkozó, az Inditex alapítója, 88 országban 6750 darab üzlettel rendelkezik. Amancio 2013 óta folyamatosan a világ 10 leggazdagabb embere között szerepel. 2019-ben vagyonát 66,1 milliárd dollárra becsülték. Ortegát az általa alapított Zara üzletláncról ismerheti mindenki. A hatalmas vagyon és a világon mindenhol jelenlévő üzletei azonban nem tették pazallóvá őt. Éppen ellenkezőleg, nagyon takarékos magaviseletről tesz tanúbizonságot nap mint nap. Már nagyon régóta egy csendes lakásban él feleségével Spanyolországban. A márkáit sem hordja soha, inkább a régi, egyszerű öltönyeit kedveli. Amancio soha nem volt távolságtartó alkalmazottjaival szemben.
rendszeresen vacsorázik velük a Zara étteremben, és gyakran látogatja meg a ruhagyárait is. Egyesek mégis úgy gondolják, hogy Amancio aligha tekintető nem pazarló milliárdosnak, hiszen egy 45 millió dollár értékű magánrepülőgép is a tulajdonában van. Ennek ellenére Ortega meglehetősen ritkán utazik, mivel teljesen elmerül a munkában. Azim Premji. Azim Premji üzletember és filantróp, India egyik legnagyobb szoftvercégének, a Wipro Limited Corporation igazgató tanácsának az elnöke. Azim India egyik leggazdagabb embere, nettó vagyona 4,8 milliárd dollár. Hazájában Indian Gatesnek is hívják, mert Bill Gateshez hasonlóan Azim is szerénységéről és takarékos életmódjáról ismert, ami olykor még a végleteken is túlmutat. Igyekszik például minél több villamos energiát megtakarítani, ezért mindig arra utasítja alkalmazottjait, hogy kapcsolják le maguk után a villanyt, amikor elhagyják a helységet. Azim sokáig egy régi ütött-kopott Toyotával járt, de ha nincs kedve vezetni, akkor inkább a rikság szolgáltatásait veszi igénybe. Az indiai multimilliárdos soha nem repül bizniszosztályon, minden üzleti találkozójára a turista osztályon utazik a hétköznapi emberekkel együtt. Akárcsak Gates, Azim is inkább spórol, hogy több pénzt fordíthasson jótékony célokra. Az indiai filantróp dollármilliókat adományozott különböző jótékonysági szervezeteknek, egyetemet alapított és alapítványt hozott létre, hogy még inkább segítse az indiaiakat jól fizető állásokhoz jutni. Carlos Slim Helú. Carlos Slim Helú, Mexikó és Dél-Amerika leggazdagabb embere. A mexikói milliárdos, a Grupo Carso Holding alapítója. Carlos a mexikói tőzsde 40%-át birtokolja, és Mexikó GDP-jének 6%-áért felel. A világ egyik leggazdagabb embere, 60 milliárd dollár körüli nettó vagyonnal. Rögtön az jut az eszünkbe, hogy ilyen sok pénzzel obszcén drágán lehetne élni, de Carlos más véleményen van. Nem költi a pénzét csak úgy jobbra-balra, inkább nyereséges cégekbe fektet be. Nincs jaktja vagy magárepülőgépe, egy régi Mercedes-t vezet, és már több mint 40 éve ugyanabban a házban él. Nem igazán szeret drága éttermekbe járni, inkább gyermekei és unokái körében a házias ételeket preferálja. Carlos még olyan nagy üzletek esetén is, mint egy nagyvállalat felvásárlása, a régi Mercedes-ében érkezik, egy olcsó öltönyben. Feltehetően szerénysége, éles látása és számító gondolkodása tette a mexikói üzletembert a világ egyik leggazdagabb emberévé. Charlie Ergen. A Dish Network elnöke, Charlie Ergen az Egyesült Államok egyik leggazdagabb embere, 10,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vállalkozását a teherautójáról árult parabola antennák értékesítésével kezdte. Később üzlete olyan mértékben megnövekedett, hogy céget alapított. Így jött létre a Dish Network. Cége jelenleg az egyik legfontosabb televíziós szolgáltató Amerikában. Charlie a beosztottak iránt tanúsított kemény hozzáállásáról ismert, akikkel nagyon szigorúan bánik. De emellett Ergenről az egyik legszerényebb milliárdosként beszélnek, aki a lehetőségekhez képest sokkal önmegtartóztatóbban él. Charlie nem jár kávézókba, a munkahelyére is szívesebben visz inkább szendvicseket otthonról. Soha nem repül első osztályon, és nem alszik luxusszállodákban sem. Üzleti útjain főleg az olcsó hotelszobákat keresi. Ahogy Charlie mondja, ez az életmód a nagy gazdasági világválság éveiben felnőtt szülei nehéz múltjának köszönhető. Elmondása szerint eszébe sem jutottak olyan ötletek, mint például egy drága mahagóni asztal vásárlása otthonra. Charlie kegyetlen munkamorálja ellenére alkalmazottai csodálják főnökük szerénységét. David Cheriton. David Cheriton egy kanadai üzletember, informatikus, a Stanford Egyetem professzora és az Arista Network alapítója. David arról ismert, hogy az egyik első befektető volt a Google-ben, aki 100 000 dolláros csekket írt Larry Page-nek és Sergey Brin-nek, miután látta a termék bemutatóját. David vagyonát jelenleg körülbelül 6 milliárd dollárra becsülik, amelyet intelligens befektetésekkel szerzett. David nem szereti, ha gazdagnak vagy milliárdosnak nevezik. Úgy véli, hogy a gazdagok bizonyos szokásai, mint például a több tucat hálószobás kastélyok birtoklása nem normális dolog. David egy szerényházban él már 30 éve, egy 1986-os Volkswagent vezet, a saját haját vágja, drága öltönyök helyett pedig ő is inkább farmert és pólót hord. Elmondása szerint gyakran dolgozza fel és készíti el otthon saját magának teáját. Jim Walton.
Jim Walton, Sam Walton fia, amerikai üzletember, a Walmart alapítója. Mára ez a cég a világ legnagyobb nagy- és kiskereskedelmi hálózatának számít. Sam Walton hatörököse 53%-os részesedéssel rendelkezik a Walmart Corporationben. A család teljes vagyonát körülbelül 160 milliárd dollárra becsülik. Jim vagyona kb. 52 milliárd dollár. Ilyen hatalmas vagyonnal szinte minden gazdag ember egy hatalmas kastélyban lakna valahol a tengerparton. Jim azonban másfajta életformát szeret. Egy kis házban él, az arkansasi Bentonville-ben. Munkába egy régi Dodge Dakota kis teherautóval jár. Az alkalmazottai csodálattal tekintenek Jim nagyszerű munkamorájára, aki először érkezik munkahelyére és utoljára távozik. Jim saját elmondása szerint ez az életmód és a kemény munka apjára, Samra is jellemző volt. Áldozatos munkájának köszönhetően óriási sikereket ért el. John Caldwell. John Caldwell brit milliárdos, a Phones for You mobiltelefonok eladásával foglalkozó nagykereskedésből szerezte vagyonát, amelyet jelenleg 2,3 milliárd dollárra becsülnek. Ez persze nem sok a listánkon szereplő többi milliárdoshoz képest, de még ekkora vagyon is elég ahhoz, hogy egész életében luxus körülmények között élhessen. A szerénységéről ismert John azonban inkább nem költ pénzt drága dolgokra, helyette inkább ő is olcsó öltönyöket visel, és saját magának vágja a haját. A brit üzletember elmondása szerint ezt az életfilozófiát már gyerekkorában belé nevelték. John az 50-es években született egy szegény családban. Gyermekkorától kezdve hozzászokott, hogy csak a legszükségesebb dolgokra költ. Még ma is több milliárd dollárral a zsebében inkább nem változtat saját szokásain, amiért nem lehet más tenni, csak tisztelni őt. A lista Johnnal véget ért. Ne felejtsétek el lájkolni a videót és iratkozzatok fel a csatornánkra. Kapcsoljátok be az értesítéseket a csengőre kattintva, hogy ne maradjatok le a legújabb videónkról. Hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!